És akkor kezdjük is, itt a konyhában vagyunk, és nem véletlenül, mert a magyar sajtókat, ha nézzük, akkor nem tudnak elképzelni, hogy képesek világ élvonalába tartozni. Most hoztak el díjakat, aranydíj, bronz, ezüst, vagy két arany és egy bronz, minden díjat elhoztunk, így van, és a Gábosi Ádámmal beszélgettünk arról, hogy milyen versenyről volt szó, és hogyan sikerült ennyi díjat elhozni. Szép napot kívánok! Szép napot! Na, akkor beszéljünk erről a versenyről. Igen, ez a Mondoal de Fromage verseny, ez Franciaországban az egyik legrangosabb sajtverseny. Két évent rendezik meg Tours városában, amely nagyon szép történelmi város. Régen Franciaországnak az egyik központja volt. És itt több mint 600 induló, 80 bíráló a világ minden tájáról, sajtuk a világ minden tájáról, Brazíliából is, Japánból is, és most már Magyarországról is. És akkor mi számít? Általában esztetikum, állag, illat és még íz. Gondolom, vannak ilyen kategóriák, hogy a sajtok milyen kategóriában igen, 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 azért kategorizálják, amit mi indítottunk, az kemény kategória és félkemény kategóriában voltunk érdekeltek. Aha. A bírálatról pedig annyit, hogy ez teljes titokban zajlott. Tehát a nemzetközi zsűri, gondolom. Nemzetközi zsűri, igen. Hát főleg azért franciák, mint hogy Franciaország. Hát így, hogy. Igen, de mindenképpen nézik az küllemet először is, mert az ugye a fogyasztó, hogyha nem néz ki szépen a sajt, akkor nem fogja megvenni. Így nagyon van, fontos. Pontosan. Az illatokat, az magát a sajton, a hibákat, hogy van-e, vagy nincs. Ugye ezt nagyon a fogyasztó nem veszi észre, inkább ezt a zsűri tagok, hogyha van egy kérekhiba, van a belsejében egy hiba, és természetesen meg is kóstolják az a belsejében van egy hiba, hogyan lehet kideríteni? Hát komoly, kíváncsi vagyok. Hát gondolom, megkérdezik. Először félbevágják őket, és akkor megnézik például a lyukakat. Hogyha olyan lyuk van, ami nem kell, hogy ott legyen, akkor az hiba. Mert mi gondoljuk, hogy minden sajtban jó, hogyha van lyuk, de ez nem igazán így van. Tehát jó, csak azon gondolkodom, hogy hogy lehet az lukat megtervezni ott. Tehát, hát ez... hogy ott van, aminek nem kell ott lennie, ez hogy kerül oda, vagy hogy nem lesz ott? Hát van technológia? Hogy... Igen, a különböző kultúrákat, amiket a sajthoz adnak, valamint az érési folyamat nagyon jó körülmények között, megfelelő hőmérséklet és páratartalom mellett folyamatosan forgatva a sajtokat. Tehát a sajtgyártás egy gondosságot igényel nagyon a sajtgyártómesterektől, ez a legfontosabb. És mi a titka annak, hogy ez ilyen díjakat nyert? Mitől lett jobb? Mondjuk arany, itt van bronz. Hát nagyon fontos a tej, az egy nagyon fontos kiinduló pont, hogy igen, a tejnek a minősége, és mind a három sajtnál a tejet maga a sajt gyártó is állítja elő, ami nagyon fontos, mert nem vesz ismeretlen eredetű tejet. Mm. Egy nagyon magas, az éppen a Páter az ezüstérmet kapta kemény kategóriába. Nagyon finom. Nagyon finom. Na, én akkor én... A Panarella. Panarellát kóstolom. A Panarella lett arra. Ő bronz. Én a bronzzal kezdek, mert én is bronz. Az jó is, mert a fél kemény sajt. Tól kell indulni. És a középen pedig a Ranolder, aki pedig az aranyérmet elhozta, nagyon nagy meglepetésünkre. Tehát egy óriási, az esélytelenek nyugalmával indultunk a versenyen, és ennek ellenére egy aranyéremmel gazdagodott a magyar, úgymond sajtkultúra, ami most kezd. És mennyit? Jó, igen, bocsánat, csak engem az érdekelne, hogy például egy ilyen sajtot, mint ami aranyérmes, ezt mennyi ideig érlelik? A Ranolder minimum 6 hónapig érlelik, tehát ez egy befektetés tulajdonképpen, igen, tehát ez egy izgalom is, mert elkészül a sajt, és 6 hónapig azért nem tudják, hogy... Hát tavaly augusztus 20-án gondolom kell készülni. Elkezdték. Nem tudom, már csak akkor. Elkezdték a versenyre, és akkor az irizgultak, hogy persze. Nem voltak egészen biztosak, hogy most hogy sikerült az érelés. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Magyarországon trapista, meg ilyen sajtoknak az a legnépszerűbb sajtot. És ha valaki kezd gondolkodni, hogy lehet minőségi, bár biztos az is minőségi, de a minőséget készül, az már eleve egy nagyszerű dolog. Igen. És kitörni ebből. Hát gratulálunk. Gratulálunk. Köszönjük, hogy eljött hoznak, és nagyon finom a sajt. Ez hagyja itt, jó? Ha kérjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. De ezeket is lehet itt hagyni. Köszönjük.